Erdélyben, ezen belül Hargita megye délkeleti részén, Székelyudvarhelytől alig néhány kilométerre helyezkedik el Felső-Boldogfalva község, mely 11 települést foglal magába. A vidék lágyan ívelő dombokkal határolt és számos gyorsvízű patak szeli át. Felső-Boldogfalva központjából vezet a 131-es megyei út a Homorod mentére, a települést hosszában átszelő 137-es út pedig a nyugati irányba, Székelykeresztúr felé halad. Ez a vidék nagyon gazdag vízkészlettel rendelkezik. Itt folyik a Nagy Küküllő, melybe Felső-Boldogfalván a Garán pataka ömlik, és további két pataka is van a településnek, a Somos és a Tópatak. Ez a táj nem csak a turisták kedvelt pihenőhelye, a környékbeli városokban élők is szívesen töltik itt a hétvégéket, sőt, egyre több elszármazott család dönt a visszatelepedés mellett. A nyugalmat árasztó zöldellő mezők, hűvös tiszta levegőjű lombhullató erdők kedvelt kirándulóhelyek. A falvak múltja, hagyományai, építészeti örökségei pedig gyöngyszemei a székely nép történelmének. A 3200 főt számláló községben a lakosság 97%-a magyar nemzetiségű. Felső-Boldogfalváról a 14. századból maradt fenn az első írásos emlék. A falu nevét a boldogságos szűz tiszteletére szentelt templomáról kapta. Itt a lakosság túlnyomó részt református felekezetű, kőfallal övezett templomuk még a középkorban épült. A műemlékként számon tartott épület több építészeti korszakból őriz értékes részleteket. Néhány évtizeddel ezelőtt a templomban végzett javítások során két korábbi szentély alapját is megtalálták, ezek a 12. illetve a 13. századból valók. Ugyanakkor 15. századi freskók is előkerültek a mészréteg alól. Az egyik falfestmény a Napkeleti királyok imádása, a másik a Veronika kendője nevet viseli. A templom kazettás mennyezetét 1670-ben készítették, melyen növény- és állatmotívumok láthatók. Ezt először Kelemen Lajos, Erdély legendás levéltárosa ismertette, és Erdély legnagyobb festett mennyezetének nevezte. A templom tornya az érett gótika stílusában épült, végleges alakját pedig 1869-ben nyerte el. Felső-Boldogfalván, akár csak Székelyföld más részein a vallás és az oktatás kiemelkedő szerepet tölt be a település életében. A nagyobb események többnyire vallási ünnepekhez kapcsolódnak, ezeken teljesednek ki a még élő népszokások, hagyományok. A közösség kovácsoló rendezvények sorában jelentős szerepet töltenek be a falunapok, melyek egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot. De megvan minden évszaknak is a jellegzetes eseménye, szükség esetén a művelődési házad otthont a mulatságoknak. Ezek közül a legjelentősebb a házas emberbál, a kosarasbál, a farsangi bál és a születi bál. A kisebbeknek pedig kulturális programokat szerveznek. A falu iskolája minden évben megrendezi a Játszunk Együtt gyermekszínjátszó fesztivált, melyen számos település színjátszó csoportja képviselteti magát. A néptánc bemutatótól a paródiáig, a mesejátéktól a népi és színjátékig sok nevettető és szívszorító kedves jelenet kerül színpadra. Az előadások lelkes közönsége többnyire iskolásokból és óvodásokból áll. A művelődési ház szomszédságában van a falu iskolája. Az intézményben első osztálytól 8-ig oktatják a gyerekeket. Az oktatási intézmény a település nagyszülöttjének, Fülöp Áron költőnek a nevét vette fel. A poéta és könyvtáros 1861 és 1920 között élt. Arany János újabb költői iskolájának egyik legkiválóbb tagjaként tartják számon. Fülöp Áron nagymesterét a hunmondák újjáköltésében, főképpen a verselés művészetében közelítette meg. A falu jeles szülöttének tiszteletére szobrot állítottak az iskola udvarán. A településen egyedülálló módon működik egy nappali befogadó központ autizmussal élő gyerekek számára. Ilyen típusú intézmény az egész országban, ezen kívül csupán még egy van. A tevékenységet 2003-ban a FÁR program keretében a Gyermekvédelmi Felügyelőség és a ProAutiszt Alapítvány támogatásával indították el.
A község polgármesteri hivatalának hozzáállása és a helyi közösség befogadó készsége hatalmas segítséget jelent, hogy az autizmussal élő gyerekek itt jó körülmények között fejlődhessenek. Felsőboldogfalva község falvaiban csak óvodai és általános iskolai képzés van. A diákok a közeli városokba tanulnak tovább, és vannak, akik már nem is térnek vissza. A helyi önkormányzat igyekszik megteremteni az itt maradáshoz szükséges feltételeket, ehhez pedig elengedhetetlen az állandó településfejlesztés, a célszerű beruházás, a jól kiépített infrastruktúra. Ezek megvalósításához az Európai Unió is nyújt támogatást, amit Felsőboldogfalva polgármesteri hivatala ki is használ. Több útszakasz felújítására is sikeresen pályázott a község, az elmúlt évek során pedig több településen is megoldották a gázszolgáltatást. Tervek pedig mindig vannak, a folytatásban új vízvezetékrendszer és csatornahálózat kiépítésén dolgoznak. A község lakossága többnyire mezőgazdaságból és állattenyésztésből él, sokan pedig a városban találnak munkát. A 89-es rendszerváltást követően egyesek magánvállalkozásba kezdtek. Jelenleg a községben több mint 10 fafeldolgozással és nagymunkálással foglalkozó cég van. Vannak olyan vállalkozók is, akik a turisztikai szolgáltatásokra specializálódtak. Így ma már csupán Felsőboldogfalván közel 150 személynek tudnak szállást biztosítani. A kényelmes, minősített margaritás házakban megfelelő higiéniai feltételekkel fogadják a vendégeket.